Immár nem először, idén is lesz jégpályák éjszakája Székesfehérváron. A Magyar Jégkorong Szövetség kezdeményezésébe a fehérvári ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok is bekapcsolódott. A korcsolyázás szerelmesei ezúttal hosszabb ideig hódolhatnak szenvedélyüknek, január 7-én ugyanis egészen este 10 óráig csúszhatnak a jégen. Nagyon nagy sikerrel zárult például az évvégi jégdiszkó is, nagyon sokan jöttek el. Nagyon pozitív volt a visszhangja, és most a mostani jégpályák éjszakáján is egy plusz közönségkorcsolyázással próbálunk kedveskedni a fehérváriaknak. Ezen az estén fényjátékkal és zenével kedveskednek a szervezők a korcsolyázóknak, a szolgáltatások pedig a megszokott módon üzemelnek majd. Mint ahogy ezt megszokhatták a hozzánk rendszeresen látogatók a jégpályán, azok a szolgáltatások ezen a szombati közönségkorcsán is természetesen mindenkinek rendelkezésre állnak. Mindig van korcsolyabérésre lehetőség, élezésre lehetőség, illetve a büfé vagy a büfék várják a kedves látogatókat egy kis meleg italra vagy hideg-meleg ételre. Január első szombatján a város legújabb kiskúti jégpályája 9-től 12, 13-tól 16, valamint 17 és 20 óra között lesz nyitva. Az Icsi-ligetben is lesz lehetőség korcsolyázásra ezen a napon délelőtt 10-től egészen este 8 óráig.